Sziasztok, én Soma vagyok, és ebben a videóban három olyan játékot szeretnék bemutatni nektek, amit kifejezetten ketten fogtok tudni játszani az ünnepek alatt. A Párizs Fények városában a játékosok egymással fognak versenyezni, hogy minél több pontot tudjanak összeszedni az épületeik megvilágításából. Ez úgy fog kinézni, hogy az első fázisban a játékosok vagy épületet fognak begyűjteni, vagy pedig elkezdik kiépíteni Párizsnak az utcaképét különböző színű macskakövekből. A második fázisban pedig a korábban megszerzett épületeket próbálják meg lerakni, úgyhogy minél több lámpával találkozzon, vagy pedig képeslapokat aktiválnak. A játékban több képeslap is található, de minden játékban csak 8-8 fog játszani, és ezek egyébként egyrésztről gyönyörűen illusztrált képeslapok, másrésztről különböző lehetőségeket adnak a játék végi pontozásra a játékosoknak. A Harry Potter Oxfordi csata sötét varázslatok kivédése játékban a játékosok egy-egy Oxfordi tanuló bőrébe bújnak és megpróbálják háromszor ájulásig vinni majd az ellenfelüket. Egy paklépítő mechanizmus van a játékban, hogy ennek hála tudok majd új, erősebb kártyákat szerezni a kezembe, ezzel tudok sérülésbe vinni az ellenfelemnek, vagy esetlegesen ezzel tudok majd gyógyulni. De párcát szegezz, és nézzük is a harmadik játékot. Az Unmatch sorozat pedig egy kártyavezérelt társas játék, amit dobozmérettől függően ketten, hárman vagy akár négyen is fogtok tudni játszani. Amit én most a kezemben fogok, ez direkt két főre lett tervezve, ugyanis az egyik játékos piroska, másik pedig Beowulf bőrébe fog tudni bújni. Mindegyik karakterhez egyébként tartozik egy nagyon király minifigura, ami eleve már kapott egy sédelést, hogy kiemelje az éleit a karakternek, de egyébként egy nagyon egyszerű szabályrendszerre működő játékról beszélünk, ahol is kártyát játszok ki azért, hogy mozog, azért, hogy aktiváld a képességét, vagy pedig, hogyha tudsz harcolni, akkor azért. És mindegyik doboz az Unmatch sorozatban önálló alapjátékként is játszható, de egymás kiegészítőjeként is működhetnek. És hogyha bármelyik videóban említett társasjáték megtetszett, akkor megtaláljátok szaküzleteink polcain, illetve a webshopunkban is. És mindenképp iratkozzatok fel itt ránk YouTube-on, hogyha érdekelnek hasonló ajánlások az ünnepekre. De ezen kívül megtaláltok minket Facebookon és Instagramon is. A következő videóig is sziasztok, én Soma voltam.